Mini tűzhely, mini mosdó és mini székek. Így néz ki az elkészült nyírbogáti bölcsőde. A településnek régi vágya volt az intézmény kialakítása. Korábban televíziónk is beszámolt róla, hogy pályáznak az önerő nélkül is igénybe vehető forrásra. Még 2016-ban változott meg az a korábbi szabály, hogy csak azokon a településeken kell bölcsődei ellátást biztosítani, ahol 10 000-nél többen élnek. Az új szabály szerint ott is biztosítani kell a szolgáltatást, ahol legalább 40-3 év alatti gyermek él, vagy van legalább 5 olyan gyerek, akinek a szülei igénylik az ellátást. Önkormányzatunk évekkel ezelőtt már tudta a bölcsőde fontosságát, így létrehozta az egységes óvoda bölcsőde intézményét, ahol 5 kisgyermek elhelyezésére volt lehetőség. Azt tapasztaltuk évről évre, főleg amikor a kisgyermekek betöltik a második életévüket, ugrásszerűen megnő a bölcsődei férőhelyek iránti igény. Sajnos az elmúlt években nem tudtunk megfelelni ennek a lakossági elvárásnak, így több gyermeket kényszerültek a szülők magánbölcsődébe elhelyezni a szomszédos településen. Bölcsődei ellátást 20 hetes kortól egészen 3 éves korig biztosítanak a gyermekek számára. A nyírbogáti családoknak eddig Nyírbátor volt a legközelebbi település, ahol ez elérhető volt. Csütörtök délután azonban átadták a teljes mértékben uniós forrásból épült 152 millió forintos új épületet. Régen készülünk rá, hogy vagy az óvodából szerettük volna kialakítani a bölcsődénket, vagy egy új épület, és az új épületre esett a választás. Jól döntöttünk, mert hogy a létszám az már betellett. 28 fős a bölcsődénk, két csoportos, és már 30 jelentkező van. Úgyhogy a következő probléma, azon gondolkodunk, hogy ha ilyen szépen nő a lakosság lélekszáma, mert sok várandós anyuka van, hála Istennek, akkor mit fogunk csinálni. De hát ez a jövő zenéje, most egyenlőre örülünk annak, hogy egy ilyen szép bölcsődét át tudtunk adni. A Nyírbogáton élő lakosságszámhoz viszonyított gyermekek aránya az országos átlagnál magasabb, így a településen pozitív demográfiai folyamatokról tudnak beszámolni. A magyar családpolitika egyik pillére a munka és a család egyensúlyának támogatása. Ezért 2010-től a Fidesz sokoldalú és egyre bővülő támogatást biztosít a gyermekvállaláshoz, közölte a bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos. 2017. január 1-ével átalakították a bölcsődei rendszert annak érdekében, hogy minden településen elérhető legyen a szolgáltatás, ahol igény jelentkezik rá. 2019-ben csak bölcsőde fejlesztésre közel 104 milliárd forintot biztosít uniós, illetve hazai forrásból. Ebből a forrásból, ahogy azt említette elnök úr is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5,2 milliárd forint lesz bölcsődefejlesztésre. És természetesen az önkormányzatok mellett a nem állami szektor szereplői számára is, tehát az egyházak és a civilek számára is. Amikor egy településen a döntéshozók a legkisebbek ellátásának a megszervezése mellett döntenek, akkor a jövőről is döntenek. A Családbarát Magyarország számára fontosak a gyermekeket és az ifjúságot szolgáló fejlesztések, emelte ki beszédében a megyei közgyűlés elnöke. A bölcsődei beruházás pedig a kisgyermekes szülők életét is nagy mértékben segíti. Látjuk itt, hogy munkába járást segítő program elemként került be ez a topba. Valóban azt a szabadságot adja meg a szülőknek, hogy választassanak, vagy bölcsődei gondozásba adják a gyermeküket, és munkát vállalnak. Sok családok szüksége van ugye a kétkeresős családra is, és egyre több választható munkalehetőség van Magyarországon, így Nyírbátorban, Nyírbogáton, nyírbátori választókerületben is. Ez megtapasztalható valóság. Tehát azért is fontos gazdasági értelemben is, hogyha a szülők akarnak, akkor át tudjanak menni dolgozni, akár már a gyermek bölcsődei idejében vagy bölcsődei korában is. Ugyanakkor viszont az a bőkező támogatási rendszer, ami
július 1-től ugye még inkább valóság az életünkben, megadja a választás lehetőségét, a szabadságát arra, hogy a családok maguk döntsék el, hogy bölcsődei gondozásba, vagy más módon gondoskodnak a gyermekeikről. Az új bölcsőde 5 új munkalehetőséget is jelent a szabolcsi településen.